Több százan meghaltak, amikor rakéta találat ért tegnap egy kórházat a gázai övezetben. A Hamász iszlamista szervezet uralta térség egészségügyi minisztériuma szerint az áldozatok száma az 500-at is meghaladhatja. A palesztinok Izraelt vádolják a támadással, Izrael szerint viszont az iszlám dzsihád nevű palesztin szervezet elhibázott rakéta kilövése okozta a kórházi robbanást. A robbanás után tüntetők rohamozták meg este az Egyesült Államok beiruti nagykövetségét. Lángokban áll az Al-Ahli Al-Arabi kórház Gáza város központjában. Néhány pillanattal korábban, kedden este 7:30 körül rakéta találat érte az épületet. Egy szemtanú rögzítette a pillanatot, amikor a lövedék becsapódott. A kórház környékén hatalmas zűrzavar támadt. Mentősök, tűzoltók és a közelben élők közös erővel próbálták menteni az épület romjai alatt rekedt embereket. Több százan haltak meg a robbanásban, állítják a gázai egészségügyi hatóságok. Az anglikán egyház által üzemeltetett kórház 1000-nél is több az izraeli védelmi erők légitámadásai elől menekülő palesztinnak nyújtott menedéket, és több száza bombázásokban megsérült beteget látott el. A rakétatámadás túlélőit Gáza város más kórházaiba szállították át, de a legtöbb egészségügyi intézmény már annyira túlterhelt, hogy sok sebesültet csak az udvarokon, a parkolóban tudtak ellátni. Mintegy 3000 ember keresett itt menedéket. Este 6:30 körül minden figyelmeztetés nélkül lőtték a kórházat, miközben mi odabent dolgoztunk. Nem tudjuk, ki lőtt, de a saját bőrünkön tapasztaltuk meg a következményeket, mondta szerda reggel az intézmény egyik orvosa. A Jeruzsálemi Episzkopális Egyház közleményében gyalázatosnak nevezte, és mélyen elítélte az Al-Ahli kórház elleni támadást. Az ENSZ emberi jogi főbiztossága épp kedden figyelmeztetett, a gázai kórházaknak fogytán van a gyógyszerük és az áramot adó aggregátorok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyaguk is. Ez egy példátlanul súlyos, de nem az első a megszállt palesztin területeken működő egészségügyi intézmény elleni támadás volt múlt szombat óta. Hogy néhány számot közöljek, Gázában 24 egészségügyi intézményt ért találat, 15 egészségügyi dolgozó vesztette életét és 27-en megsérültek. És mindez az Al-Ahli kórház elleni szörnyű támadás előtt történt, kommentálta az eseményeket az Egészségügyi Világszervezet helyi vezetője. A palesztin hatóságok az izraeli hadsereget vádolták a kórház elleni légicsapással. A gázai egészségügyi államtitkár keddesti sajtótájékoztatóján emlékeztetett, az épületet már a hétvégén is találat érte. Az izraeli védelmi erők azonban tagadták, hogy közük lenne a támadáshoz, és az iszlám dzsihád nevű palesztin terrorszervezetet tették felelőssé a tragédiáért. Bizonyítékunk van arról, hogy a gázai Al-Ahli kórháznál történt robbanást egy az iszlám dzsihád által kilőtt eltévedt rakéta okozta, közölte a hadsereg szóvivője. Azt állította, hogy a terroristák egy Gázából kilőtt rakétája robbant a kórház parkolójában. A kórház elleni támadásra reagálva Mahmoud Abbas palesztin elnök, valamint Abdullah Jordán király is lemondta szerdára tervezett találkozóját Joe Bidennel. Az amerikai elnök nem sokkal délelőtt érkezett Izraelbe.